5 kérdés és 5 válasz a betonvibrátorok, tűvibrátorok kategóriában. Kálmán Endor vagyok, az Eurocomax területi értékesítési vezetője. Ebben a kis videóban a betonvibrátorokkal kapcsolatos fontosabb kérdésekre fogom megadni a válaszokat. Az első kérdés, hogy mi a különbség a hagyományos és a nagyfrekvenciás betonvibrátorok között. A nagyfrekvenciás betonvibrátor fej rezgéseket keltő excenteriét egy fejben lévő elektromos motor forgatja, szemben a hagyományos típus mozgó vibrátor tengelyével, amit eltűnik. A konverter átalakítja az áram karakterisztikáját 200 Hz-re és 42 volt feszültségre, hogy létrejöjjön a 12.000 fordulat per perc sebesség. Emiatt is hívjuk őket nagyfrekvenciás betonvibrátoroknak. Miért profiban nagyfrekvenciás betonvibrátor, mint a tengelyes? Könnyebbek, kényelmesebbek, magasabb teljesítmény jellemzi őket, és a mozgó tengely hiányában jóval kevesebb karbantartást igényelnek, mint a tengelyes vibrátorok, ezáltal jóval kisebb a meghibásodás lehetősége is ezen típusoknál. Ebből adódik, hogy Európában jelenleg a betonvibrátorok használatának 70%-át már ezek a nagyfrekvenciás típusok teszik ki. Melyik tengelyek és fejek tartoznak az NA Dingo és az AVMU motorokhoz? Gyakorlatilag a névből kifolyólag a Dingo az a TDX, vagy a TDX-L típusú tengelyekkel szerelhető, az AVMU pedig a TAX, tehát az A betű jelöli az, hogy AVMU motor, tehát a TAX vagy a TAX-E végződésű tengelyekkel lehet csatlakoztatni ugye a motorhoz. Ezek 1 métertől 6 méteres tengely hosszúságig vannak, illetve 25 mm-től 58 mm-es fejátmérőig lehet csatlakoztatni a tengelyekhez. Fontos, hogy a vékony tengelyekhez csak 25 és 32 mm-es fejátmérő csatlakoztatható, a 40 mm vagy az annál vastagabb fejátmérőknél pedig a normál vagy TDX vagy pedig TAX tengelyeket javasoljuk felhasználásra. Magát a szettet elég egyszer megvásárolni, a motort, a hozzávaló tengelyt és fejet, és akkor későbbiekben már csak más méretű tengelyt és fejet kell hozzá vásárolni, nem kell a motort még egyszer megvenni, mert ugye ez átcserélhető a motoron a tengelyfejpáros kisebb vagy akár nagyobb méretre is. Mi az NR Boxel? Az egy nagyfrekvenciás meghajtó egység tengelyekhez. 2 vagy akár 3 tengelyfejpáros is csatlakoztatható ezekhez gyakorlatilag, így akár több méretben is, vagy több helyre is lehet használni ezeket a betonvibrátorokat gyakorlatilag egy meghajtó egységnek köszönhetően. Azokat a nagyfrekvenciás tengelyeket, amikben nincsen beépített frekvenciaváltó, ehhez a géphez kell csatlakoztatni. Különböző méretű betonvibrátorokat csatlakoztathatunk és egyszerre üzemeltethetünk vele, ahogy ezt az előbb is mondtam. Az NR Boxer egy új generációs intelligens eszköz, amely a legmodernebb funkciókkal van felruházva, hogy gazdaságosan és biztonságosan üzemelhessen. Hogyan kell használni az NR Backpack betonvibrátort? Ez gyakorlatilag egy háti egység, amelyet gyakorlatilag mint egy háti táskát a hátunkra lehet felvenni, és akkor ahhoz lehet csatlakoztatni a tengelyfejpárost, és akkor menet közben bárhol lehet sétálva vibrálni az adott betonfelületet. Ugye ez egy kényelmes, ővel felcsatolható hevederrel van kiegészítve, ugye így a hátunkra véve szabadon lehet mozogni a betonvibrátorral. A Backpack Honda GX35-ös motorjához NR TDX vagy TDX-E tengelyek csatlakoztathatók, 48 mm-es fejátmérőik, amelyek külön rendelhetők ugye készletünkről.